Először alszom, s nem lettem nálatok bűnösebb, az útról mesül az arcom. Kalapék, matracok, ágyak, pálinkák, pizzák, kávék, kőkemény szavak és lágyak, kedves és osmány játék. Yeah! Ha az újvény lerend néha, nem tépem a hajam, a szívemnél fogva húzom ki magam. Ha az őrvény lerend néha, nem tépem a hajam, a szívemnél fogva húzom ki magam. Oh, 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 oh. Mozgalmas év van mögötted, így a december. Na, soroljuk, hogy mi volt, de ne is soroljam te. Melyik része? Hát ez az, hogy kezdődött. Elég az év elején megjelent az albumod. Először úgy kell visszamennek egy picit az elején, hogy volt a pandémia időszak, amit én nagyon-nagyon kedvező féle módon használtam ki. Van egy nagyon-nagyon helyes és tehetséges zeneszerzőnk, ő a Födő Sanyi, és van egy nagyon jó szövegírunk, nem egy, hanem kettő. Az első a Hegyi Gyuri és a Csakmag Vivien. És arra gondoltam, hogy a pandémia időszak szakában, mivel semmi nem történik két éven keresztül, akkor lehetne elkezdeni egy olyan zenei folyamatot, amiből később lehetne mit tudom én, 12 új dal. És lett is? És lett is, hála jó Istennek, tehát én nem unatkoztam az alatt a két év alatt, majd úgy döntött a Födő Sanyi és a csapat, hogy mi lenne, hogyha elindulnánk a dalban, mert fölmerült az, hogy nem fél plébek, hanem teljes élő zenekar. És mivel már két éve nem zenéltem a színpadon, tehát teljesen ki voltam éhez, és azt mondom, gyerünk és csináljuk. Úgyhogy így kezdődtek el. Az alatt az idő alatt, amíg tartotta a dal, Az alatt az idő alatt nagyon sok felkérést kaptunk, amit el is mentettünk, ápoltuk, simogattuk, és később meg, amikor vége volt a dalnak, akkor később ebből az ápolásból, simogatásból lett egy nagyon-nagyon szép, egészen szeptember végéig egy koncert sorozat, turné sorozat. Igen. Aztán fesztiválok is voltak, videoklippek is megjelentek, és most itt vagyunk karácsony környékén, sőt, ez most az utolsó koncerted az évben? Igen. 13-án még lesz egy előadásod. Igen, 13-án lesz egy előadásom, a Marciványi Művelődési Központban lesz a Női Posta, és akkor lezárul ez az év, és akkor jövőre, tehát januárban, meg még egy ugyanúgy egy Női Posta, és akkor igazából tavasszal kezdünk el turnézni. Addig még be kell fejeznünk az egész lemez. Igazán megmondom neked őszintén, hogy mi nagyon-nagyon aktívak vagyunk, termékenyek vagyunk, gyakorlatilag majdnem kész a lemez. Tök jó. És akkor mi van hátra? Annyi van hátra gyakorlatilag, hogy egy klippet kell megcsinálni, mivel a dalnak a nyertese egy klippel kell, hogy előálljon, és egy új dallal. És akkor el lehet erőni, hogy mi lesz a címe ennek a dalnak, amiből majd a klip is készül? Hát ezt meg kell kérdezni a Födő Sanyi. Jó, akkor még ez maradjon, újévi meglepetés. Igen. És a további tervekről van már valami elképzelés? Hát tavasszal nagyon-nagyon szeretnénk egyébként egészen, tehát ugye április végétől elkezdeni egészen szeptember vagy októberig turnézni, és akkor még több lemezet. Még arra egy picit árulj el, hogy milyen hangulatú, milyen dramaturgiája van ennek a lemeznek, vagy hogy érzed, hogy milyen lett? Olyan érdekes, amikor számtalanszor felteszik ezt a kérdést. Igen, és tudom jól, ne haragudj, hogy nagyon felszíne. Nem tudom. Van rajta minden stílusú zene? Nem tudom. Igazából, hogyha a zeneszerzőt kérdezitek meg, ő sem tud semmilyen választ adni, semmilyen formátumban, mert egyszerűen... Nagyon-nagyon fontos, nekem nagyon fontos a szöveg,
a tartalma a történetnek, viszont nagyon fontos, hogy ki az, aki ezt megírja. Nekem a Hegyi Gyuri az egy olyan fajta, egy ilyen pótlék az én életemben, akivel én sztorizok, és a sztorizgatás közben megír egy nagyon jó szöveget, amiből születik egy dal, egy zene, amit a Földős Annyi megír. Nagyon várjuk már a ma estét is, és a megjelenő új albumot is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, és nagyon szép a pulóvered. Köszönöm szépen.